Csak nagyon kevés magyar futballista került közel a történelem során a Liverpool csapatához. És azok, akik esetleg olyan szerencsések voltak, hogy megpróbálhatták ezt az angliai kalandot, sajnos nem tudtak maradandót alkotni a klub történelmében. Ezt a jelenséget akár a magyar Liverpooli átoknak is nevezhetjük. Viszont Szoboszlai Dominik személyében most akadt egy újabb reménység, aki újra megpróbálhatja megvetni a lábát a vörösöknél. Az elmúlt 30 évben 10 magyar labdarúgó is megfordult a Liverpool színeiben. Viszont közülük csak nagyon kevesen jutottak el az első csapat ajtajáig. Sőt, csupán ketten mondhatják el magukról, hogy tétmérkőzésen is bemutatkoztak. A legtöbb magyar játékos a Liverpool utánpótlás csapataiba igazolt, és onnan bizony hosszú út vezet a piramis legtetejére. Összesen 5 játékos volt, akinek már itt beletört a bicskája az angol kalandba. Név szerint Hajdú Ádám, Polgár Kristóf, Pór Patrik, Simon András és Pöröskei Zsolt. Szóval ők azok, akik csak utánpótlás vagy a tartalék csapat tagjaként ölthették magukra a vörös mezt. Természetesen már az is egy elképesztő teljesítmény, hogy egy ilyen nagy múltú csapat tagja lehetsz, mint a Liverpool, teljesen mindegy, hogy milyen szinten. Viszont ebben a videóban azokra koncentrálunk inkább, akiknek sikerült eljutni az első csapatig és bekopogtatni azon a bizonyos ajtón. Na de nézzük is meg, kikről van szó. Az első a listán Kozma István. Lehet, hogy neki nem annyira ismerős a neve, de ő volt az első magyar, aki pályára lépett a Liverpool színeiben, és még a Premier League-ben is bemutatkozott. Skóciában alapozta meg az angliai karrierjét, olyan jól játszott a Dunfermline csapatában, hogy beválasztották a klub halhatatlanjai közé, többek közt például Sir Alex Ferguson mellé, és felfigyelt rá Souness, aki az akkori rivális Rangers edzője volt. Miután 1992 elején átvette a Liverpool irányítását, vitte magával Kozmát is. A magyar játékos hirtelen hatalmas legendák közé került, és akkoriban még kevesebb játékos ülhetett le a kispadra. Ezáltal a meccskeretbe is nehezebb volt bekerülni. De végül 10 mérkőzésen így is szerephez jutott a Liverpoolban, sőt FA Kupa győztesnek is mondhatja magát. Viszont 1993-ban visszatért Magyarországra, mivel több játékpercet szeretett volna magának. Az ő neve viszont valószínűleg ismerős sokaknak, ugyanis nemrég még a magyar válogatottban is láthattuk játszani Németh Krisztiánt. 16 évesen debütált az NB1-ben, és az utánpótlás válogatottban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem is csoda, hogy ezek után a Liverpool leigazolta. Továbbá bekerült az Európa válogatottba is korosztályában. A vörösök korosztályos csapataiban rendre jól teljesített. Roham tempóban lépdelt egyre feljebb a ranglétrán 2007 és 2010 között. A vörösök ifjúsági csapatával a Dallas Cup, majd a tartalékokkal a Premier Reserve League győztese lett. Tagja volt a 2009-es világbajnokság bronzérmes magyar csapatának is. Ráadásul miután a Liverpooli tartalékcsapat vezéreként bajnoki címet ünnepelt és gólkirály lett, sőt a szurkolók megválasztották a legjobb játékosnak is, joggal hihette mindenki, hogy az angol csapat meghatározó csatára lesz. Viszont posztriválisai miatt nem volt egyszerű dolga. A csatárokat tekintve például Fernando Torres vagy akár Dirk Kuyt is előtte állt a sorban. Így végül tétmeccsen nem vetette be őt Rafa Benitez, és 2010-ben távozott. Gulácsi Pétert a Liverpool 2007-ben az MTK-tól kölcsönbe hozta el Angliába. Viszont a magyar kapus rögtön bajnokságot nyert a tartalékcsapattal, és annyira elégedettek voltak teljesítményével, hogy 2010-ig szóló szerződést kötöttek vele, és 2008-ban felvitték a felnőtt csapat keretébe. Ezután egészen 2013-ig volt a Liverpool játékosa, bár angliai karrierjét kölcsönadások sora jellemezte egészen 2009-ig. Onnantól kezdve viszont a felnőtt csapat kispadjára állandó szereplőként ülhetett le. Tartalékkapusként több nemzetközi kupa mérkőzésen és Premier League találkozón is szerepelt. De bemutatkozni nem tudott az angol bajnokságban, ugyanis Pepe Reina mögött nem volt egyszerű az ő helyzete sem, és végül 2013-ban a távozás mellett döntött. A sors fintora, hogy pár hétre rá Reina is távozott a vörösöktől. A Dorian Christiant 2009-ben igazolta le a Liverpool az utánpótlás csapatába.
Majd 2012 nyarán Brendan Rodgers vezetésével az első csapat tagjának is mondhatta magát. Ugyanis velük tartott az Egyesült Államokba az edzőtáborba. Szerephez is jutott a Toronto FC elleni felkészülési mérkőzésen. Viszont a nagy konkurencia miatt azonban nem tudott kitörni ő sem az első csapatban. Így végül ő is a távozás mellett döntött. Bogdan Ádámot 2015 nyarán a Bolton Wanderersből igazolta le a Liverpool a belga Simon Mignolet mellé az első csapat keretébe. A magyar kapus érkezését kezdetben kétkedve fogadták az angol szurkolók. Mivel előző három szezonjában csak a másodosztályban szerepelt, és az utolsó idényben sérülés miatt a Bolton kezdő csapatából is kikerült. Ettől függetlenül Bogdan debütálása álomszerűre sikeredett. Carlisle United elleni ligakupa találkozón háromszor védett a 11-es párbajban. Így a továbbjutás hőse volt. De aztán az első Premier League meccsén rögtön gólt kapott a hibájának köszönhetően. És ezt követően több mérkőzésen sem tudott úgy teljesíteni, mint az előtt. Végül kölcsönadták, majd a folyamatos sérülések és kevés játék lehetőségek után nem hosszabbították meg a szerződését. És végül elérkeztünk napjainkba Szoboszlai Dominikhoz. Az ő esete merőben más, mint az eddigieké, és van okunk bizakodni. Először is Dominikot nem az utánpótlás csapatba igazolták, úgy mint a magyar elődjeinek a többségét. Továbbá egész borsós árat fizettek érte a vörösök. 70 millió eurót kifizetni egy kispados labdarúgóért igencsak érdekes dolog lenne a labdarúgásban. Szoboszlai ráadásul megkapta a 8-as messzámot is, és valószínűleg a szurkolók nem néznék jó szemmel, ha nem látnák a pályán szerepelni azt a játékost, aki viselheti ezt a legendás mezt. De talán a legnagyobb okot a bizakodásra a liverpooli csapat játék filozófiája és Jürgen Klopp személye adja. A német szakember játékfelfogásához egy tökéletes puzzle darabként passzol Dominik. Mintha a Liverpool csapatának pont a magyar játékos képességei hiányoztak volna ahhoz, hogy újra visszanyerjék régi formájukat. Ugyanis Dominik személyében egy kompakt játékos szerzett meg az angol csapat. Szoboszlai előszeretettel próbálkozik a 16-oson kívülről. Az utolsó két Bundesliga szezonjában összesen 62 lövést eresztett el. Salah például csak 50-szer tette meg ugyanezt. Gólpasszokat tekintve is kiváló statisztikákkal rendelkezik a fiatal magyar játékos, és tökéletesen el tudja látni az összekötő szerepét a védelem és a támadó sor között. Nem fél felvezetni a labdát a megnyírt területen, ha kell még egy cselt is bemer vállalni. Ezek a tulajdonságok nagyon kellettek a Liverpool középpályájára. Ráadásul nem titok, hogy Jürgen Klopp szereti a kontratámadásokra felépíteni csapata játékát. És Dominik ebbe az elképzelésbe beleillik, arról nem is beszélve, hogy az évelei felmérésen az egyik legjobb tesztet produkálta. Az angol csapatnál egyedül csak Mohamed Salah előzte meg. A folyamatos pressinghez és letámadásokhoz elengedhetetlen, hogy a középpályán egy fizikálisan is nagy terhelhetőséggel rendelkező játékos szerepeljen. A kiváló képességeit a pontrugásokkal kapcsolatban már meg sem említjük, hisz azt úgy is tudjátok. Szóval összefoglalva mi úgy gondoljuk, most minden adott, hogy Szoboszlai Dominik történelmet írjon Angliában. És ezzel megtörje az évek óta tartó magyar átkot Liverpoolban. Ti mit gondoltok, Szoboszlai beváltja a hozzáfűzött reményeket Angliában? A válaszotokat írjátok le kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő!